Sziasztok, Zaglóba vagyok, és újra jelentkezem a The Valiant Hearts nevű zseniális indie játék bemutatójával. Ezúttal ugye a második résszel folytatom, ami egy előzmény történettel indul. Hallgassuk is. The Germans were only 20 miles from Paris when she received a letter from her father. He was in good health, but implored her not to return home to Belgium until the war's end. Patience, however, was not one of Anna's strong suits. Na, szóval Párizs. Itt már ugye én összeszedtem egy-két dolgot sajnos. De hát itt most nem is az összegyűjtött tárgyak a lényegesek, hanem maga a cselekmény, ami így lesz. Kulcsot megszerezni, ugye itt már ezt már újra játszom, sajnos egy kicsit előre haladtam a történetben. Zseniális egyébként maga a történetmesélése. Nézzétek meg a művészi világát a játéknak, tehát egyszerűen elképesztő. Na mi akadta? Víz, meg el is futott. Hát gondolom meg kell szerelnünk a taxit. Így van, és... Ó. Ez a kulcs jó lesz erre. Így van, arra meg négyzetes kulcs. Talán lesz olyan is ott venni. Ja, de még forró a víz. Pontosabban nincs benne hűtővíz, úgyhogy valahonnan üveget kéne szereznünk. Igen, ezeket a segítségeket ki lehet kapcsolni. De nincs értelme, mert csak hangulatot adnak hozzá. Na és ilyennel tele lesz a játék, ilyen seppkötözéssel. Bevallom, egy idő után idegesítő, de hát most egy indie játék milyen legyen. Így is elég hangulatosan van megoldva. Bár szerintem billentyűzettel nehezebb irányítani egy ilyen játékot kontrollerrel, de hát... Mindenki maga dönts el. Mondjuk én Xbox fanatikus vagyok. Úgyhogy... Én még szinte PC-n is a legtöbb játékot kontrollra irányítom. Kivéve a Mount & Blade-et, mert azt arra nem vitt rá a lélek. Bár azt is elég jól lehet irányítani kontrollerrel. Na húzás! Úgy gondolom megint egy kocsikászós jelenet fog következni. Kicsit lehet, hogy nagy a hangerő, ezt nézzétek el. Most már nem fogom levenni. Hoppá. Jé. Eléggé kiszámítható egyébként az autóvezetős rész. Meg elég könnyű is, de... Azért oda kell figyelni. Értelemszerűen majdnem mindig oda kell menni, ahol az előbb volt. Jaj, most jön ez a keringő rész. Megijedni nem kell, de azért kapkodni se. És ezt jól megmondtam. Simán ki lehet téríteni az autót, bár néha össze szoktam menni. Mondjuk ha nem beszélnék, valószínűleg nem mennék össze senkivel.
És odaértünk. A frontra. Na. Szóval, Párizsból elértünk Marnéba. Taxis drove all night. Marné, nem tudom, hogy kell ezt franciában, mert pláne nem tudok beszélni, úgyhogy. When Anna arrived at her destination, bár nem is akarok beszélni franciául. Ugye szanitécek vagyunk, és hát azzá válunk. Valószínű, hogy elég sok embert el kell majd látnunk. Hoppá, hú, ez megint egy ilyen hangulatos kis csata jelenet, vagy hát inkább csata utáni jelenet. És ebből rengeteg lesz Annával. Ilyen... Minek mondják ezt? Hú, van erre valami jó szó, de én most nem jut eszembe. Ugye, hogy így gombokat kell nyomogatni. Hogyha elrontjuk, akkor kezdhetjük előről. Ez a kicsi láb, meg ez a nagy, elnagyolt lábszerkezete zseniálisan van megoldva meg. 7 months went by. Driven by compassion, Anna devoted herself, body and soul, to healing the wounded. Ez bőven elég volt, hogy valaki beleörüljön a háborúba. 7 hónap. The conflict, however, raged on. Zseniális ez a játék. Annyira visszaadja az első világháborút. Mondjuk ez is az egyik célja. Na és itt van Ypres. Ypres. Mi történt? Ja, itt át lehet menni. Oda kell itt figyelni mindenre, ide fejszik el, azt tuti. Ő neki víz kell. Ugye azt már az előbb láthattuk, hogy ott... Fűrész. Jó, itt majd meg kell tölteni. Zokni. Hú, erről az okniről eszembe jutott történet. De szóval majd lesz ebbe a játékba is. Ott a fűrész. Hát akkor vágjuk le. Hát, nem tudunk más csinálni. Még a... csonkolásnak ment ez a formája. Úgy már lesznek olyan ilyen nyomkodás, vagy ilyen kombinációk, hogy az ember csak a fejét kapkodja. Nem levágnák a kezemet, lehet, hogy... nem emelném meg a sapkámat. Hát mi van, kicsi? Ne lógasd a fejedet, mindjárt kapsz egy alapokat. Jó, megtöltjük ezt vízzel. Úgy, kivágjuk a fát. Szerű. Hoppá! A ló fejét alig lehetett észre menni. Jó, neked is hozunk majd. Ettől a sálat. Kinek kell a sál? Elhiszem. Német hullákkal teli árok. Zseniális. Jó, hozom a vizet, várják. De neked, neked meg mankó kell. Ez hogy a francba? Na nézzük. Hát azon gondolkodhatsz. Na várjál. Elviszik a vizet a fickónak. De a sál is kell valakinek, de kinek? Jó, azt is megtaláltuk. És akkor honnan, hol lesz a mankó?
Kereszt. Jól lesz a keresztet. Hát itt lesz dolgunk, az biztos. Ja, ez lesz a mankó. Mindjárt megyek, nyugi nyugi. Meg még a sár is kell. Nincs meg. Nem csodálom, hogy a katonák beleszerettek az ilyen szanitét lányokba. Ugye a legtöbb háborús történetben találkozunk ilyen. Nézzétek meg, milyen gyönyörű a... Ott, hát gyönyörű. Most mihez képest gyönyörű az, hogy ott teli van... vagy visszaverődik a vízből a fejfák, akkor a sziluettje, meg ott a háttérben mozognak. Hát igen, ez tökéletesen visszaadja az első világháborút, az a játék. Bekötözzük. És az a poén, hogy senkinek nem láttuk a szeme. Csak az Anna apjának láttuk eddig a szemét, nem? Meg a... meg talán a tábornoknak. A porosz tábornoknak. Jól emlékszem. Hova? Hoppá, ott is van valaki. Észre se vettem. Na szóval, hoppá. Ebből áll az Anna küldetések nagy része, hogy futkozunk, összeszedünk mindent. Ellátjuk a sebesülteket, és így jutunk információhoz. Meg. Sebész folyórós. Jó, ja, levette a kalapját. The French officers were talking about Belgium. The German army was about to experiment with a new weapon near Ypres, Anna's hometown. Anna got en route to warn her father. No, hát akkor menjünk Ypres-be. Reaching the outskirts of the city, Anna was greeted by the screams of sirens. És akkor innen fogom folytatni a következő videóban. Ahol meg szól a riadó, és nemzetközösségi csapatokat fogunk majd megmenteni. Na hát akkor innen fogom folytatni, köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!